November 7-én volt 210 éve annak, hogy Erkel Ferenc, a himnusz zeneköltője, a Nemzeti Opera megteremtője megszületett ebben az épületben. Az évforduló kapcsán az Erkel Ferenc Kulturális Központ olyan pályázatot hirdetett, mely a járványügyi helyzetben is megvalósítható alkotások elkészítésére inspirálhatja az érdeklődőket. Minőségi videókat várunk, az teljesen mindegy, hogy ki hogy látja Erkel Ferencet, vagy életének valamelyik részét, munkásságának valamelyik szegmensét, ami neki tetszik, és amiben inspirációt érez, hogy hozzányúljon egy témához, azt nyugodtan valósítsa meg, és biztos vagyok benne, hogy jó lesz akkor. Segítségként a témaválasztáshoz több érdekességet is felidéztek Erkel Ferenc életéből. A pályázók ötletet meríthetnek például abból, hogy Erkel 11 évesen már nyilvános zongora koncertet adott. Téma lehet akár az is, hogy feleségének előbb ugyan testvére ígért házasságot, de nem vette el, Ferenc pedig úgy érezte, a család nevén esett csorbát neki kell kiköszörülnie, ezért feleségül vette Adler Adélt. Az Erkel Ferenc emlékház oldalán közzétettünk érdekes tényeket, úgymond fun fact-eket, ami kevésbé ismert dolgok Erkel Ferenc életéből, amik esetleg inspirálóak lehetnek a pályázók számára. De mivel Erkel Ferenc ugye himnuszunk megzenésítője, a Magyar Nemzeti Opera megteremtője, de hozzáköthetjük a Zeneakadémiát, Operaházat, Filharmóniai Társaságot, sakknagymester is volt, ezért bátran választhatnak a pályázók akármilyen témát, amiből tudnak valami kreatívat kihozni. És ezeket a pályaműveket nyers videóformátumban az Erkel Emlékház kukacdulakult.hu e-mail címre várjuk január elejéig, és a Magyar Kultúra napján vagy napjához köthető ünnepségen lesz majd ennek az értékelése és a díjazása megtörténni. A legfeljebb 3 perces videók kamerával vagy mobiltelefonnal is készülhetnek. Az elkészült videókat 2021. január 10-éig várják. A pályamunkák értékelését és a díjátadást a Magyar Kultúra napjához kapcsolódva tervezik.